Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Vas Márton, a Magyar Jégkorong Szövetség általános igazgatója, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen és a meghívást. Néhány héttel ezelőtt találkoztunk utoljára, az még szerintem a Covid időszaknak az elején volt, amikor is ugye lehetett tudni, hogy te nem fogsz pihenni, mert hogy neked nagyon sok dolgod van többek között a szövetségi kapitányok keresésével kapcsolatban, és beszéltünk akkor arról, hogy vajon mi lehet az irány a női szövetségi kapitánnyal kapcsolatban, sikerült megtalálni most már a szakember, aki Liza Haley, és itt van már Magyarországon. Milyen volt az út odáig, hogy megtaláltad őt? Én gondolom, hogy nem volt egyszerű, de azzal, hogy megtaláltuk őt, tényleg egy olyan szakembert tudtunk a lányok úgymond szakmai irányítójává tenni, amit ők megérdemelnek. Tehát, hogy nagyon komoly világbajnokságra készülnek. Én szerintem nála jobb szakembert most hirtelen így nem tudtunk volna találni, még hogyha egy évet is dolgozunk rajta, akkor sem. Úgyhogy maximális a bizalom, hogy ő lesz az, aki a maximálisat ki fogja tudni hozni a lányokból. Ugye történelmi lehetőségről beszélünk, hiszen bejutott az elitbe a női csapat Pat Cortinával. Aztán lett volna a világbajnokság, amelyet elhalasztottak, amelyet jövőre fognak Kanadában majd megrendezni. Tehát kaptak egy kicsit ezek a lányok, akik egyébként egy nagyon fiatal csapatot alkotnak, egy kis laufot, egy kis lehetőséget arra, hogy felkészültebben tudjanak elmenni a VB-re. Így van, kaptunk még egy évet, hogy föl tudjunk készülni erre az A-csoportos világbajnokságra, ami egyébként ott per pillanat egy nagyon nagy érvágás volt nekik, hogy végigdolgozták az évet, és nem jutottak ki egyébként a szezon csúcspontjára, úgyhogy most megint dolgoznak szépen egy évet, megvan hozzá szakmai háttér, úgyhogy reméljük, hogy még felkészültebbek tudnak lenni. Az előbb azt mondtad, hogy nem volt könnyű Liza Haleyt megtalálni. Elmondanád azért azt, hogy amikor elindulsz egy ilyen úton, akkor mégis mik azok a fő pontok, amik szerepelnek ebben, hogy merre indulok, kivel beszélek, kitől kérek instrukciót, melyik országból keresgélek, milyen stílusú szövetségi kapitányt? Így van. Nagyon fontos számomra az, hogy független szövetségi kapitányunk legyen, tehát ne dolgozzon magyarországi klubnál. Ezért nem maradt Pat Cortina? Petnek más dolgai vannak, tehát ő egy nagyon komoly Deles csapatnál vezetőedző, és ezért az ő idejében nem fért volna bele, hogy folyamatosan fel tudja készíteni a lányokat, ezért döntöttünk úgy, megbeszéltem vele is, hogy nem vele képzeljük el a jövőt, ő is azt mondta, hogy hát nem igazán fér bele az idejébe, úgyhogy teljesen elfogadja a döntésemet. És utána egy olyan, én úgymond elgondoltam azt, hogy én szeretnék a lányokhoz egy női edzőt, és így megtaláltuk először is Melody Davidsont, aki a Hockey Kanadának dolgozott évekig, és ő ajánlotta nekünk Lizát, akire azt mondta, hogy a szakmai háttere megvan, a tudása megvan, folyamatosan lányokkal dolgozik, tehát ez is nagyon fontos volt, hogy egy női hokiból érkező szövetségi kapitány tudjak tenni a női hoki tetejére. Nekem az is nagyon érdekes volt, hogy ő nagyon sokat dolgozott egyetemen játékosokkal, tehát pontosan azzal a korosztállyal, ami alkotja ennek a válogatottnak a nagy részét, tehát a nagy valószínűséggel ő nagyon jól meg fogja találni a hangot velük. Reméljük, hogy így van. Tehát, hogy azt is néztük, tehát most is folyamatosan egyébként a Ryerson Egyetemnek a vezetőedzője, és mellett belefér neki az idejébe szerencsére, mert ott egy kicsit most csúsztatják a szezont, és rövidebb is lesz a szezon, úgyhogy folyamatosan itt tud lenni azokon az eseményeken, amit előre megbeszéltünk vele. Hadd kérdezzek valamit, ami tulajdonképpen a válogatottal egyáltalán semmilyen összefüggésben nincs, de hogyha te a szövetségnél sok mindenben gondolkodsz, akkor hát ha ebben is, hogy azok az ösztöndíjak, amelyek a komoly magyar sportolók számára fennállnak Amerikában, abban ez a vonal egy kicsit tud a későbbiekben segíteni, mert azért ugye jó az, hogyha a játékosoknak lehet nyújtani egy életre szóló programot, és azért ez sok sportágban már nagyon jól működik. Azt is látni kell, hogy ezt azért Amerikában és Kanadában az egyetemek azok, akik nyújtják az ösztöndíjas programokat, és ott drágább is az egyetem. Úgymond magyar ember számára kifizethetetlen méretekben van, nem véletlenül van az, hogy megszületik egy gyerek Amerikában, és a szülők elkezdenek gyűjteni az egyetemekre. Úgyhogy reméljük, hogy ez az egyetemista rendszer egyébként Magyarországon is ki tud alakulni. Nagyon sok lány van egyébként, most már egyetemen próbálunk az univerziádért is kijutni velük. Reményeink szerint ott is leszünk januárban egyébként, tehát hogy van annyi egyetemi joghallgatónk, akikkel ki tudunk menni.
És egyébként gondolkodsz abban, hogy amerikai, kanadai vonalakat felfedezni és bevonni ebbe a dologba? Hát ez egy nehéz feladat egyelőre. Természetesen próbáljuk menedzselni a fiatal tehetségeinket, próbálunk nekik útvonalat mutatni, hogy merre tudnak esetleg menni, de ez nagyon nehéz mind a családnak, mind szövetségi szintről megfinanszírozni, úgyhogy egyelőre még keresgéljük azokat az útvonalakat, ahova a saját tehetségeinket esetleg ki tudjuk úgymond protezsálni, vagy be tudjuk ajánlani. Mi az, amit vársz most Liza szakértelmétől, és attól az időtől, ami pluszba érkezett a válogatott számára? Én azt várom, hogy tényleg strukturálisan fölépítse azt a játékrendszert, amit szeretnénk látni a világbajnokságon. Van rá egy szezonunk, több 4 nemzettorna, 6 nemzettorna van addig még az útban, hogy tudjuk ezeket próbálgatni, és tényleg azt, hogy ő megtalálja azt a hangsúlyt a lányokhoz, mivel hogy lányokkal dolgozik folyamatosan, szerintem ez neki nem lesz probléma, és utána ki tudja belőlük hozni azt a maximumot, ami a lányokban benne van. Ha ez sikerül, akkor véleményem szerint ez egy sikeres világbajnokság lehet. Szigorúan egy laikus fülének el tudod azt magyarázni, hogy az a struktúra, amit tőle vársz, hogy ő ki fog alakítani, mennyiben tér el Pat Cortinájétól, amit ő elkezdett itt? Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy varázslatok már nincsenek a hokiba, inkább csak a részletekre kell pontosítani, hogy mi az, amit elvárunk tőlük egy-egy játékszituációban, mik azok a részletek, amikkel egyébként jobbak lehetünk, mint az ellenfél. Úgyhogy remélem, hogy rá tudunk menni ezekre a részletekre, folyamatosan erőltetjük, a lányok megtanulják, és utána tényleg jól fognak tudni játszani. Évekkel ezelőtt talán a szlovén válogatott ellen játszott a magyar férfi válogatott, amikor azt hallottam, hogy abban kéne nagyon sokat fejlődni, nagyon gyorsul a játék, és ehhez egyre jobban zárkózik fel a magyar válogatott is, de még kéne. Most Liza azt emelte ki az első héten, az első edzéseken, hogy gyorsulnia kell a női válogatott játékának is, de ő úgy látja, hogy benne van a lehetőség ebben. Természetesen az összes játékosunkban szerintem benne van a potenciál, hogy föl tudjon gyorsulni. Azt látni kell, hogy ezen a szinten még nem voltak, tehát nem tudják igazából, hogy mire számítsanak. Liza volt már ezen a szinten, ő látta, hogy ott mi van, úgyhogy ő képbe van ezzel az egésszel. Ehhez a szinthez tudja ő azt mondani, hogy még gyorsulniuk kell, de folyamatosan próbálunk olyan mérkőzéseket lekötni, és olyan programot tenni a lányok éves felkészülésébe, hogy ez a sebességváltás létre tudjon jönni. Ugye ő azt mondta az első interjújában, hogy jól ismeri a magyar női jégkorong válogatottat, illetve annak a viszonylag rövid múltját. Mi az, amit ti, amikor szakemberek beszélgettek egymással, akkor ő elmondja, ezt látom, ezt fog következni, ezt szeretném elérni? Én úgy gondolom, hogy inkább a edzői filozófiájáról beszélgettünk sokat, hogy ő hogyan gondolkozik, miként látja a hokit. Elég sok mindenben ugyanúgy látjuk ezeket a dolgokat, hogy hogyan szeretne játszani, miként irányítaná a csapatot, úgyhogy egy nagyon jó szakembert találtunk. Mennyi időre szól ez a szerződés? Egyelőre az olimpiai selejtező végéig kötöttük meg, augusztus 31-ig jövő év. Te milyennek látod az esélyeket az olimpiára? Ebben a helyzetben, amikor azt sem tudjuk, hogy lesz olimpia vagy sem, csak reméljük. Szeretnénk lépésről lépésre haladni, tehát nem szúrnám most ki azt, hogy az olimpiával foglalkozunk csak, hanem tényleg, hogy a lányok föl legyenek készítve először is az A-csoportra, az adjon nekik egy olyan lökést, hogy utána végig tudjuk dolgozni az egész nyarat, és hogyha az is a mi mércénk szerint halad, akkor én úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen. Legyen így. Dolgozni kell érte. Legyen így, nagyon fogunk szurkolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, mi is. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.